Egy nappal a szerdai mérkőzés előtt rámerészkedtek a centerpályára a sínyűi játékosok. Sándor Tamás a kupa visszavágó kezdési időpontjában vezényelt edzést azoknak a futballistáknak, akik szabaddá tudták tenni magukat a munkahelyükön. Az elmúlt héten az időjárási viszonyok miatt elmaradt a mérkőzés, és a megyei első osztály éllovasa azóta is igyekezett kímélni a pályát. Az elmúlt vasárnapi fordulóban az örökösföldi műfüves pályán fogadták a Tuzsért Barcsaiék, akik egy 8-0-ás győzelemmel hangoltak a kupa meccsre. Az az eredmény most nagyon jól jönne, mert akkor az biztos továbbjutás jelentene, de hát nyilván ebből nem lehet kiindulni. Egy nagyon szervezett, nagyon jó MTK vár ránk. Ugyanolyan a hangulat, mint eddig volt, tehát bízom benne, hogy a srácok felszabadultak lesznek, tudnak örömfocit játszani, bár amennyire a pálya engedi, ebben nem vagyok nagyon biztos, de szeretnénk valamilyen szinten kicsit megszorongatni az MTK-t. Így vannak ezzel a játékosok is, akik a várhatóan szép számú közönség előtt szeretnék bizonyítani, hogy nem véletlenül jutottak el idáig. Egyértelműen egy nehéz mérkőzésre számítok, viszont nagyon örülünk, hogy egy ilyen nagy múltú és nagy csapatot el tudtunk idehozni egy ilyen kislakosú faluba. De nem titkolt szárnék, hogy szeretnénk bizonyítani, és egy nagyon szép eredményt elérni itthon hazai pályán, hazai közönség előtt. Az edző szerint tanultak az első mérkőzésen elkövetett hibákból, és szeretnék, ha azok nem ismétlődnének meg a visszavágón. Az első és legfontosabb dolog az, hogy ne mi adjunk lehetőséget az MTK-nak. Sajnos ezzel nagyon nagy problémák voltak az első mérkőzésen, mert többször is kielemeztük azt a mérkőzést. Az első fél időben egy-két helyzete volt úgy az MTK-nak, amit saját maguk dolgoztak ki. Nyilván mi adtunk nekik lehetőséget arra, hogy gólokat rúgjanak. Ezt ki is használták. Ebbe kell nagyot javulni, nagyot lépni előre, és a pontrugásokat pedig megfelelően kell most már levédekezni. A Sínyű MTK mérkőzés szerdán 13 órakor kezdődik a sínyűi pályán. A hazaiak a találkozó eredményétől függetlenül a legtovább jutó alacsonyabb osztályú csapatként ott lesznek az amatőr kupa döntőjében.